Nagyon régen, már legalább 30 éve foglalkozom természetgyógyászattal, jogával, filozófiai dolgokkal, keleti filozófiákkal, sok mindennel, amivel sok mindenki más is örömmel foglalkozik. Egy időben ez nagyon érdekelt. Azt követően, miután vállalkozó lettem, azt követően megjöttek a sikerkönyvek, Robert Kiyosaki, Donald Trump és a többieknek az írásai. És minden egyes dologban azt kerestem, hogy melyek azok az energiák, azok az erők, amelyek háttérből mozgatják a világot, és milyen formában lehetünk hatással saját életünkre és a világra, milyen energiák felhasználásával tudunk hatással lenni a világra. És ezeknek a könyveknek a tanulmányozása után, és ezeknek a módszereknek a megismerése után, ami, ahogy Norbi is említette, az volt az érzésem, hogy ezekből a hagyományos sikerkönyvekből valami hiányzik. Valami hiányérzetem volt mindig, és akárhányszor beszélgettem akárhány ismerősömmel, mindenki ezt erősítette meg, hogy ők is szívesen részt vesznek ilyen sikerszemináriumokon, olvassák a könyveket, hallgatják a CD-ket, abból a célból, hogy rájöjjenek arra, hogy hogyan tudnak hatással lenni az életükre, hogyan tudnak változtatni rajta, hogyan lehetnek ezáltal egészségesebbek, sikeresebbek, elégedettebbek. És a végén mindig az volt a beszélgetés eredménye, hogy azt mondták, hogy nagyon jók ezek a rendezvények, de a végén valahogy nem kapják meg azt, amit vártak tőle, vagy ha valamiféle lelkesedést tudnak is meríteni ebből a egy-egy ilyen rendezvényből, hát az olyan lesz, mint a újévi fogadalmak, hogy 3 napig tart a nagy elhatározás, a nagy lelkesedés, és aztán 3 nap múlva pedig minden marad a régiben, és minden megy úgy, ahogy addig az előtt. Tehát nem tud az ember igazán változtatni az életén, nem tudja befolyásolni azt, hogy hogyan reagál a világnak a kihívásaira. És akárhány ilyen előadást most már ugye nagyon könnyen el lehet érni az interneten, meghallgattam, mindig ugyanazok a dolgok köszönnek vissza. Ezek többnyire Amerikából származó, még annak idején Napoleon Hill által lefektetett néhány alapelvnek a ismétlései. És mindig az volt az érzésem, hogy most megint ezt hallgassam végig, nem szól senki ezeknek az embereknek, hogy ezek a módszerek, ezekből valami hiányzik? Nem szól senki. Ha majd akkor szólok én, gondoltam. És azokat az ismereteket, amelyeket tényleg 30 év távlatából megszereztem, azok összeálltak egy egységes képpé, és kiderült számomra néhány olyan kardinális különbség, amelyre oda kell figyelni ahhoz, hogy valóban azt a célt elérjük, hogy hatással tudjunk lenni az életünkre. Így, ilyen előzmények után született meg a könyv. Nagyon örülök neki, csütörtökön jött ki a nyomdából, a nyomdai munka is jól sikerült. Tartalmilag bízok benne, hogy tetszeni fog. Aki eddig olvasta, az azt mondta, hogy összemérhető a piacon kapható eddigi sikerkönyvekkel, sőt, tartalmába még többet is ad. Ha ezt ti meg tudjátok majd erősíteni, az nagyon nagy örömömre szolgál. Tehát miből is indultam ki? Mi volt az az érzés, ami mindig hiányzott ezekből a módszerekből? Azt legrövidebben, legtömörebben a Hanvas Bélának, 20. század egyik legnagyszerűbb gondolkodójának a mondatával tudnám érzékeltetni. Olvasom inkább, hogy pontos legyen. A dolgok nem kívül kezdődnek, hanem belül, és nem alul, hanem felül, és nem a láthatóban, hanem a láthatatlanban. Erre még mondhatná valaki azt, hogy igen, persze, tudjuk, sokszor olvashatunk róla, hogy igazándiból a dolgok belül dőlnek el, de a kérdés az, hogy hogyan dőlnek el belül a dolgok? Hogyan tudunk hatással lenni a belsőnkre? És mi az a módszer, amivel ezt a hatást kiválthatjuk? És ugye a problémám mindig az volt, hogy amelyeket eddig hallottam, azokat úgy éreztem, hogy nem működnek. Mik ezek a régi, hagyományos, motivációs ajánlatok? Gondolj szép dolgokra, gondolj pozitív dolgokra, cseréld ki a negatív gondolataidat pozitívakra, lépj ki a komfortzónádból, és akkor sikeres lehetsz. Nem sorolom, mert nem az én szavaim, és sokszor a hideg ráz ezektől a kifejezésektől. Az alapvető probléma, amire rájöttem, az az, hogy ha nem vesszük figyelembe a tudatalattinak a szerepét az ember életében, akkor gyakorlatilag hiába próbálkozunk bármilyen külső módszerrel, nem tudunk hatással lenni rá.
Tehát a szavak nem alkalmasak arra, hogy hatással legyenek a tudatalattira, a gondolatok, a tudatos gondolatok nem alkalmasak arra, ugyanis az életünket 90%-ban, de lehet, hogy több, magasabb mértékben is a tudatalattiban tárolt információk határozzák meg. Ha nincs meg az a képességünk, hogy hatással legyünk a tudatalattira, akkor hiába próbálunk külső eszközökkel hatást gyakorolni önmagunkra, nem fog változás történni az életünkbe. Ez volt a kiinduló helyzet, amiből aztán ki lehetett következtetni, hogy ezeknél a módszereknél melyek azok a pontok, ahol hibás az alapfeltevés, melyek azok a tévhitek, amelyek félreviszik az egész történetet, és azt eredményezik, hogy ezek a javaslatok hiába nagyon logikusak, nagyon szépek, nagyon tetszetősek, gyakorlatilag nem hatásosak. És ekkor ebben a stádiumban olvastam el egy könyvet, Alexander Lloydnak a Gyógyító kód című könyvét, majd neki a második írását, a Szeretett kódot, ahol rájöttem, hogy mi az a hiányzó láncszem, és ő megfogalmazott egy tényt is, mégpedig azt, hogy ma már közismert, több amerikai egyetemen végeztek kutatást abból a célból, hogy megállapítsák, hogy ezek a motivációs technikák, tréningek, módszerek, ezek mennyiben hatásosak. És az eredmény elszomorító lett, 97%-ban hatástalanok, sőt, időnként károsak. Ezt ő kimerte jelenteni, én ezt tudomásul vettem, és komolyan vettem, és úgy éreztem, hogy igen, lehet ebbe a kutatási eredménybe valami. Ez azért történt így, mert azért van így, mert ezek a módszerek gyakorlatilag külső technikákat használnak, csak a szavakkal, a tudatos gondolatokkal foglalkoznak, és alapvetően az akaraterő minden hatóságára alapoznak. Tehát azt mondják, ha valamit kellőképpen akarsz, megvan a kellő akaraterőd, akkor bármit elérhetsz. Holott tudni kell azt, hogy az akaraterő nem alkalmas a tudatalatti befolyásolására. Ugyanúgy, mint a szavak sem, ugyanúgy, mint a gondolatok, a tudatos gondolatok sem. Más technikával lehet üzenetet küldeni a tudatalatti számára, hogy megtörténjenek azok a szándékok, amelyeket mi megfogalmazunk. Hogy melyek ezek a módszerek, azokról majd röviden fogok szólni.